oldalsó középtartás. Törzsfordítás balra. Ez a nyírmadai kislány Alexandra nem először ül lovon, már gyakorlott volt a lovas gimnasztikában. Nagyon jó, nagyon szeretem ezt csinálni. Ez szinte a legjobb hobbim, amit csinálhatok. És nagyon sok mindent meg tudunk itt tanulni, ügetni, és először így gyakorlatokat tanulunk meg. A lovaglás ajánlott gyermekkorban erősítő hatása van, nem csak fizikai értelemben. Fejleszi a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket, de jó hatást gyakorol a gondolkodásra, és növeli az önbizalmat is. Mindig azt kell csinálni, amit az oktató mond, és a lótól nem kell félni, ugyanis egy barátságos állat, és nagyon jó dolog lovagolni. 50 gyermek vett részt a napközis táborban. A mai napjuk a tanyavilág állataival való ismerkedéssel telt el. A lónak így a hátától fel, mert így körkörösen így ilyen mozdulatokat, és akkor ugye a lónak így a hoz kiszedjük a szőréből, és akkor ez megvan, akkor a kefének egy kicsit az ujjunkat kivesszük, és akkor itt a tetején így lekötöttük. A tematikus tábort az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány jóvoltából szervezték meg idén is. A szervezet minden évben különböző programokkal támogatja a megyében élő, rászoruló gyerekeket. Olyan gyerekek, akik élethelyzete nem teszi lehetővé egyébként, hogy mondjuk az állatparkba szüleivel vagy bárkivel is be tudjon menni vidékről, másrésztről. Szintén az élethelyzetét kiindulva nem biztos, hogy egy ilyen egyhetes táborra szülei tudnak áldozni, illetve hát vannak itt olyan gyerekek is, akik szintén nehéz helyzetben vannak más okok miatt. Az egyhetes táborban a közösségi értékek ereje, az egymás és a fogyatékkal élők elfogadása került a középpontba. A tematikus napokat játékok, élménypedagógiai foglalkozások színesítették. Voltak a gyerekek a Vadasparkban, a Múzeumfaluban, láttak tűzoltó bemutatót. A tábor a résztvevő gyerekek számára ingyenes volt.